Nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A mai talpalatnyi zöldben a méheké a főszerep. Utána jártunk egészen Koppenhágától Budapestig, hogy mi mindent tehetünk ezeknek a nagyszerű és hasznos rovaroknak a megmentéséért. Megismerkedhetnek a csíki medence növény különlegességeivel, és ismét találkozhatnak a két parlagisas fiókával, Gizivel és Bendegúzzal. Tehát feltétlenül tartsanak velünk! Pusztulnak a méhek. Még menedék az állatkertben. Városlakó méhek. Méztermelés Koppenhágában. Borvízű növények. A csíki borsáros lápon. Könyvajánló. Kémek a sasfészekben. Befogadott fiókák. A borsáros láp a csíki medence egyik legszebb és legtörékenyebb ékessége. Már 1939-ben természetvédelmi területté nyilvánították olyan növényritkaságok miatt, mint például a hosszú levelű harmatfű, a lápi nyír vagy a mocsári kőtörőfű. Ezek a jégkori maradványfajok a hideg klímájú széki medencében találtak menedéket. De sajnos a borsáros láp is áldozatául esett az ember terjeszkedésének. Az Olt folyó jobboldali árterén fekvő borsáros láp nevét több tucat ásványvízforrásáról kapta. A székelyesen borvízforrásoknak nevezett ásványvíz nagy vastartalmú, sárgás-vöröses színű iszapot rak le. Ez a névadó borvíz sara, a borsár. A feltörő forrásvízből kicsapódó barna vasérc helyenként kis dombokat alakít ki az idők során, úgynevezett limonit kúpokat, amelyek vízzel látják el a lápot, és fenntartják jellegzetes hűvös, nyírkos mikroklímáját. Az utolsó eljegesedés után itt menedéket lelt jégkorszaki növények mára már sajnos végveszélybe kerültek. A láp a 30-as évektől kezdődőleg áldozatul esett a vízrendezési munkálatoknak. Több ízben is lecsapolták, majd magasított úttal kettészelték. Az Akcent geoökológiai szervezet egy projektet indított el a borsáros megmentésére, melynek célja megvédeni, helyreállítani és ellenőrzött formában látogathatóvá tenni a lápot és annak természeti értékeit. A hátam mögött látható a borsáros láp talán legértékesebb foltja, ami még fennmaradt. Ez egy tőzegmóás ingóláp, amit a fák vesznek körül, és az alattunk lévő domboldalból táplálja egy borvízforrás. Ez a láp otthont ad Kárpát-medence szinten is ritka növényeknek, mint például a mocsári kőtörőfű vagy a keskenylevelű harmatfű. Ezt a foltot és a mellette lévő még egy kisebb foltot szeretnénk kerítéssel körbekeríteni, mivel egyrészt nagyon kitettek a legelő állatok taposásainak, illetve fel szeretnénk hívni a figyelmet arra is, hogy nem kellene felégetni, nem kellene újabb lecsapolásokat gyakorlatba fektetni itt a területen, mivel néhány árról van szó, 10-15 ár, amely az utolsó élőhelyeit jelenti ezeknek a fajoknak. A jelentéktelennek tűnő, bokros-lápos terület több mint 10 jégkori maradványfaj és 18 vörös listás növényfaj élőhelye. Ezek közül néhánynak itt van a legdélebbi előfordulási pontja a világon. A hátam mögötti résznél látható az a terület, ami valójában egy teljesen leiszapult, a láptól elszakított terület lett mostanra. A 2010-es vízügyi munkálatok során, amikor a partokat leegyenesítették, a fákat kivágták, a leiszapult terület sajnos annyira egyenletlen, hogy a gazdák már nem tudnak rámenni kis kaszálógéppel, akár kézi kaszával se próbálják már lekaszálni. Ezért valószínű fel fogják hagyni minden évben, és ahogy az idén tavasszal is történt, felégetik azt. A szemléletváltáshoz informálni és nevelni kell. Ez is a projekt fontos része. Az embereknek nem sokat jelent az, hogy jégkorszaki növények, maradvány növények, és nem nagyon törődnek a környezetükkel.
meg kéne próbálni bevonni őket ebbe az egészbe, hogy lássák, hogy mégis milyen értékes, és hogy nem csak egy vizes terület, amelyik mezőgazdaságilag felhasználhatatlan. A borsáros több sebből is vérzik, de odafigyeléssel még megmenthető. Mindannyiunk érdeke, hogy ez a székelyföldi természeti kincs fennmaradjon és közismerté váljon.